gazdámat követem, cserben nem hagyom sosem. Mindig van esély, ha jön a veszély, sok barátom van nekem. Hát csak hisd, én ott leszek, ha baj van, megvédlek, ne félj, ne félj. Az a dolgom, hogy mindig segítsek, indulok, ha kérek. Leszi. Harvey utazása. Ma van a pártnapja, emberek! Ünnepeljünk! Üdvözöljük együtt az itt összegyűlt anyukákat! És kezdjük el a programokat a háromlábú futóversennyel! Mindenki álljon párba az édesapjával. Vigyázz! Kész! Rajt! És aki elsőként ér a célba, Zoé Parker és az édesapja, Graham Parker vadő! Íme a nagy hegy, a pártnapi háromlábú futóversenyének győztesei! Zoé! Nyertünk, drágám! Köszi, apu! Apa, várj! Hoppá! Ugyan, ne sírj, kisfiam! Gyerünk, apa itt van! Mosolyogj rá! Utálom ezt! Hülye verse, hülye nap, hülyeség minden! Hé, kölyök! Ha? Óvatosabban! Napja van. Én is akarok egy apát. Bárcsak ismertelek volna, bárcsak emlékeznék rád. Bárcsak visszajöhetnél. Nem láttad esetleg Harvey-t? De igen, arra ment. És itt van. Csak te vagy itt, ugye? Helyes, gyere csak ide. Csak egy kicsit, jó? Szóval, mi baj a Harvey-nak? Nem tudom. Furcsa volt, így csinált. Én láttam már ilyet, táncnak hívják. Nem. A táncolás az ilyen, ha? Elég lesz. Adott ki hangokat? Igen, adott. Ilyesmi volt. És vizes volt a szeme.
akkor ez tényleg nem táncolás volt. Nem hiszem el, ti semmit sem tudtok. Harvey sírt. Az azt jelenti, hogy szomorú vagy boldog. Az emberek ezt csinálják. Sírnak. Harveynak nem kellene szomorúnak lennie. Senkinek sem kellene. De főleg Harveynak nem. Ő olyan kedves. Nem akarok visszamenni, Lassie. A piknik olyan gyerekeknek való, akiknek apukájuk is van. Az én apukám itt van, látod? Jason Smith. A világ egyik legjobb hegymászója volt. Beutazta az egész világot. Ez volt a kedvenc helye. De én sosem mentem el oda, mert nem ismertem őt. Soha sem ismertem édesapámat. Tudom, jövök már. Számomra ma lesz apák napja. Mi van odakint? Nem, Bess, nincs nálunk. A tegnapi piknik óta nem láttam. Kergetőzni szeretnél? Jól van. Nem hagyott levelet vagy üzenetet? Nem, semmit. Mm-hmm. Nem tudom, merre lehet. Ha? Nyitva tartom a szemem. Mi a baj? Hol van Harvey? Nem tudjuk, drágám. Hajnal előtt elment otthonról. Ha? Ha? Mondd meg Harvey anyukájának, hogy találkozzunk kint. Lassie tud valamit. Menj, majd utánad megyünk. Harvey! Oh. Szerintem Lassie tud valamit. Menjünk! Nyam, nyam, nyam. Hova rohan mindenki? Harvey kiosont hajnalban a házból, és nem tudják, hol lehet. Szegény fiú, biztos keres valamit, hogy újra boldog legyen. Segítsünk neki megkeresni. Bármi is azt titeket, mi tenne boldoggá? Téged mi tenne boldoggá? Szemét. Jaj. Menni fog. Tudod, hogy menni fog. Mrs. Smith, jöjjön le! Lassie megtalálta Harvey rejtekhelyét. Nézze, mi van itt. Ezek mind Harvey apukájáról szólnak. Jason Smith életét vesztette egy hegymászó megmentése közben. Nem tudtam, hogy így halt meg. Az Andokban volt. Turisták jutottak bajba, hármukat megmentette, és visszament a negyedikért. Jason már csak ilyen volt. Hé, mintha itt lett volna még valami. Ó, ne, ezt nézd. Egy térkép volt. Szóval? Szóval tudom, hogy hova ment. Zoe, ez nem jó. Miért? Mi történt? Harvey megpróbál elmenni a Smith-tóhoz, érzem. Az mi? Valami köze van az apukájához? Igen.
Különleges hely volt a számára. Csak egy aprócska hegyittó, de Jason szeretett ott lenni. Édesapád intézte el, hogy róla nevezzék el, amikor nem jött haza Dél-Amerikából. És most Harvey el akar menni oda, ez azért nem rossz. Nem, nem az. De ez a hegy egyik legveszélyesebb útvonala, és egyedül indult el. Akkor induljunk! Nem kellene jönnöd. De én vagyok a legjobb barátja, ön meg az anyukája, szüksége van ránk. Hát legyen, menjünk. Hát ez nehéz volt. Nos, most már biztos. Miért nem szóltunk apának, hogy hívja a helikoptert? Nem biztonságos errefelé repülni, de Graham riadóztatta a kereső csapatot. Ha baj van, gyorsan ideérnek. Azt hiszem, Lassie szerint már is van valami baj. Hogy nincsenek repedések? Mit kellene? Oh, várjunk csak! J.S. Jason Smith! Köszi, apu! Rájöttem, mivel tehetjük Harveyt boldoggá. Adjunk neki valami csillogót és szépet. Pika, a te fészke tele van ilyennel, nem? Persze, de... szerintem inkább egy szülinapi tortát adjunk neki. Looper, neked biztos van egy kis tortád, nem? Persze, de... Houdini, te ismered legjobban az embereket. Gondolom, van valamid a ketrecedben, aminek Harvey örülne. Csak meg akarjuk mutatni neki, hogy törődünk vele, nem? Persze, és ehhez kell valami csillogó és szép. Vagy valami cukormázzal borított. Vagy valami Zoéék házából. Vagy valami fényes. Most minden rajtad múlik, Biff. Nem vagyok túl jó ebben. Igen, általában Harvey tudja mindig, hogy hol vagyunk. Jó az ilyesmiben, nem igaz? Isten adta a tehetség! Gondoltam. Bárcsak én is az lennék. Harvey jó irányba megy, de vajon mi is? Azt hiszem, már tudjuk is, merre ment. Úgy bizony. Lesz jobb, mint egy iránytű. Igen, menjünk! Hagyta nekünk az ékeket. Ez az utolsó jégszeg az apjáé volt. Ott van! Lassie megtalálta! Harvey, drágám, megsérültél? Nem, jól vagyok. Úgy megijesztettél. Sajnálom, anya.
Annyira örülök, hogy jól vagy. Nem tudom megmászni, próbáltam, de túl gyáva vagyok. Nem vagy gyáva. Ez egy nehéz út, még túl fiatal vagy hozzá. Csak túl fiatal vagy. Majd visszajövünk, ha idősebb leszel, megígérem. Csak várnod kell még egy kicsit. Úgy hiányzik. Alig ismertem, de úgy hiányzik. Tudja ő is, hogy hiányzik neked, és azt is, hogy mindent megpróbáltál. Akárhogy legyen is, büszke rád. Milyen volt? Olyan volt, mint te. Olyan vagy, mint ő. De én nem vagyok olyan jó mászó. Majd az leszel, ha idősebb leszel. Nos, menjünk haza. Várjunk egy percet. Ha? Anyukád azt mondta, hogy édesapád sok olyan utat megtalált, amit mások nem. És? Apukád erre szokott feljönni, de nem csak erre lehet. Ha? Anya? Felőlem. Van egy északi oldal. Nem hiszem el. Van másik út. Elég őrült, de menni fog. Menj csak. Lefele mész? Igen, gyertek! Ha? Itt kell felfelé másznunk. Olyan, mint egy titkos átjáró. De Harvey számára nem volt titkos. Gyertek! Várj meg minket, Harvey! Majdnem ott vagyunk! Siessetek! Van itt egy kis út, megnézem! Harvey! Jég van alattad! Mászóvas kell, és feltenni a hámot! Nem olyan meredek, látod? Harvey, várj! Valami nem stimmel! Ne! Harvey! Ó, Lassie! Köszönöm szépen! Harvey! Nem esett bajod? Jól vagyok, anya! Lassie megmentett! Jippi! Fogom a kampókat és visszamászom! Ha? Ha? El sem hiszem. Anya! Lassie talált egy ösvényt. Már látom, oda tudunk menni. Nem tudunk lemenni. Semmi baj, innen már nem nehéz. Találkozunk oda len. Nem, Harvey. De biztos vagyok benne, anya, menni fog. Rendben, ott találkozunk. Szeretlek, anya. Én is szeretlek. Lassie, nem látlak. Ott vagy már? Ha? Szia, apa. Sikerült. Hm? Hová mész? Várj meg! Lassie, ezt vajon apa építette?
Az meg mi? Apa! Üdvözöllek ezen a különleges helyen. A nevem Jason Smith. Hegymászó vagyok. Egy hete pedig már apa is. Nem tudtam, mit adhatnék a fiamnak, ami olyan csodálatos és tökéletes, mint ő maga. Aztán megtaláltam ezt a tavat. Maradj, ameddig csak szeretnél. De tudd, hogy én, Jason Smith, magaménak mondom ezt a tavat a fiam nevében. Harvey Tuckett Smith nevében. És amikor elég idős lesz hozzá, elhozom ide. Megmutatom neki a levelet, amit a születése hetében írtam. Megmutatom neki a mi tavunkat. Köszi, apa. Ez itt Leszi, apa. Ő vigyáz rám. Pont úgy, mint te. Máshogy néz ki! Sikerült neki. Szóval a szobádba teszed őket? Igen. Régen más volt. Nehéz volt rájuk nézni. És most? Köszönöm, Leszi. Most már tudom, hogy ha valaki szeret téged, sosem hagy el igazán. Apukám itt van. Érzem. Már nem vagyok magányos. Örülök. Azt akarom, hogy boldog légy. Köszönöm, Biff. Szerinted ezt miért csinálta? Tudhatta, hogy szükséged van valamire. Már régóta rejtegette. Fontos lehet neki. Ha? Akkor nekem is fontos lesz. Köszönöm, Biff. Nagyon szép ajándék. Tudjátok, egész jó nap volt ez a mai. A szinkron a Minimax megbízásából a Subway stúdióban készült. Produkciós vezető Kicska László.